Jó estét kívánok! Több százan vettek részt azon a vándorgyűlésen, amelynek Székesfehérvár adott otthont. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezte háromnapos programon, mi is ott jártunk, mi is meghívást kaptunk. Erről láthatnak most egy félórás összefoglalót. Szakmai kiállítás megnyitóval kezdődött a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. vándorgyűlése Székesfehérváron, melynek programjait és szakmai küldetését is bemutatták a koronázó városban. Nagyon fontosnak tartja a szakma, hogy évente egyszer egy először rövidebb, de most már háromnapos konferenciákra jöjjenek össze, és tényleg a legaktuálisabb kérdésekről, a szakma legfontosabb dolgairól előadás szintjén is, de utána szabadon, kötetlenül is meg tudják beszélni a dolgait. Az esemény célja a könyvtárosok és a könyvtári rendszer szerepének erősítése. A program idei jelmondata: hiteles hely mindenhol, mindenkinek. Az, hogy hiteles hely, ugye Székesfehérvár és a hiteles hely, ez összefonódik, hiszen Székesfehérváron volt az első hiteles hely, de a hiteles hely a könyvtárakra épp úgy vonatkozik, és a hitelesség a könyvtári informatikára, a könyvtáros hivatására nagyon is vonatkozik. De annyi, hogy én tényleg több vándorgyűlésen jártam, de nagyon örülök annak, hogy úgy alakult, hogy a szekció programokban nagyon sok helyi kollégát vontak be a szekció vezetők, a téma az adja magát, de hogy itt a levéltártól elkezdve könyvtáros kollégáig, és az önök kollégái, Borján Zsigmond is ott lesz a szekció vendégei között, azt hiszem, hogy ez a legnagyobb elismerés a helyieknek, a fehérváriaknak, vagy a megye könyvtárosainak, hogy nem csak mint helyszín gondoltak ránk, hanem mint előadók is ott leszünk a vendégek között. Nagyon kellemes kötelességnek tesz az ember eleget, azt gondolom, házigazdaként, és az önkormányzat nevében köszönhetem ezt a vándorgyűlést. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár az a város, amely minden olyan kulturális sport, vagy bármilyen olyan rendezvényt, ami tartalmában ilyen nívót képvisel, mint ez a vándorgyűlés, nagyon nagy szeretettel fogadja, és nagy megtiszteltetésnek veszi a város, hogyha a város keretein belül rendeződik egy ilyen esemény. Mi sem mutatja talán ezt jobban a helyzet komolyságát, hogy egy 600 szakmabeli kollega vesz részt, aki tanácskozik és együttesen gondolkozik. Ehhez nem kívánhatok más, mint nagyon jó tartalmi együttöltést, szakmai együttöltést, és aztán pedig egy nagyon jó kibontakozó forma alakuljon majd a közös gondolkodás után. A város támogatja valóban, de a diszkréció övezze, hogy mire és hogyan költi el a vándorgyűlés ezt a pénzügyi tartalmat. Kérem, fogyasszák és érezzék jól magukat, mind a 600-an, és azt gondolom, hogy ezt tényleg tartalmában is, nívójában megfelelően kezeljék. És nem kívánhatok mást, mint csak azt, hogyha ennek a vándorgyűlésnek egyszer így vége szakad, akkor magánemberként is mind a 600-an szeretteikkel, családjuk körében jöjjenek közénk, és aztán pedig érezzék jól magukat a városunkban. Ha jól tudom, igazgatónőtől 1990-ben volt az első vándorgyűlés Székesfehérváron, hát idestóval lassan eltelt 30 év, reméljük, hogy egy-két évtized múlva újra a vándorgyűlés ide lesz majd helyezve Székesfehérvár falain belül, és talán majd akkor még nívósabban és még tartalmasabban tudjuk őket fogadni, úgyhogy Isten hozta önöket, jó munkát kívánok a következő napokra! Államtitkár asszony, tisztelt elnök asszony, professzor úr, igazgató asszony, kedves hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Külön nagyon nagy megtiszteltetésként szeretném megköszönni azt, hogy úgy gondolták, hogy az 51. vándorgyűlése itt Székesfehérváron kerül sor.
igyekszünk, és a kollégákat, szakembereinket ismerve biztos is vagyok abban, hogy jó házigazdája lesz ennek a rangos és nagyon szép múltú hagyományokkal rendelkező rendezvénynek Székesfehérvár. Engedjék meg, hogy onnan induljak, amiről két előadás is, vagy köszöntő is szólt már néhány gondolatban ennek a helynek a történelmi jelentőségéből. Ugye több mint 1000 éves városba érkeztek, ami, ahogy mi szoktuk mondani, a nemzet történelmi fővárosa, és valóban a hitelességnek egy szép helye, és ennek szép megnyilvánulása, és ennek sok formája jelenik meg Székesfehérváron. A hitelesség, ami nélkül nem csak 1000 évet nem élhetett volna meg egy város, hanem nem lenne elképzelhető a jövője sem. Hiszen ha van időszak, amikor ez különösen fontos, a 21. század az biztos, hogy ilyen kihívásokról szól. De ez a történelmi múlt egyben kötelez és felelősséget is ró ránk. Kötelez, és abban az értelemben a felelősség is megjelenik, hogy mindig fontos levonni ebből a tapasztalatokat, és a hagyományok azok szólnak is nekünk. Szólnak arról, hogy egy város életében a közösség formálás az milyen fontos, és a 21. században ez nem elképzelhető egy megfelelő szintű kulturális élet és kulturális értékek közvetítése nélkül. Ezen kulturális értékek pedig nem tudnak működni, nem tudjuk azokat megfogalmazni és hitelesen adott esetben gyűjteni, vagy éppen átadni intézmények nélkül, ez intézményrendszer nélkül. Ezért fontos minden város életében a saját intézményrendszere, vagyunk ezzel így a könyvtárak vonatkozásában is. Egy nagyon, nyugodtan mondhatjuk, hogy szép, gazdag könyvtár hálózat van Székesfehérváron, akár a központi könyvtárra, akár a tagkönyvtárakra, akár civil szervezetek által működtetett könyvtárakra gondolunk. Erre a könyvtárhálózatra a város büszke lehet, és nem csak az intézményi jellege okán, hanem különösen az ott dolgozók elhivatottsága okán, amit ezúton is szeretnék megköszönni. Egyúttal pedig fontos elmondanunk, hogy büszkék is lehetünk és boldogok is manapság, hiszen a Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszán néhány hét múlva egy új tanév kezdetén megnyílik az új egyetemi könyvtár, amire nyilván büszkék vagyunk, hiszen megint csak a jövőről szól, és egy újabb hiteles hely jön létre Székesfehérváron. De egyúttal van ezen a területen is álma egy városnak, mert hát álmok nélkül nem lehet egy város sem fejleszteni. Bízunk benne, hogy ez az álom egyszer meg fog valósulni, és egy új központi, modern, 21. századi kihívásoknak megfelelő központi könyvtár és annak épület együttese fog létrejönni. Ha lesz ilyen lehetőség, akkor ezen a város szívesen pályázik, és természetesen a közösségnek dolga az, hogy a helyi forrásokat az önerő vonatkozásában hozzátegye. Nem azt kérjük és várjuk tehát, hogy ezt teljes egészében valaki más finanszírozza, segítséget kérünk csak abban, hogy ezt közösen meg tudjuk valósítani. De ne csak komoly gondolatok hangozzanak el itt egy köszöntő keretében, önök bízom bennem, hogy meg fogják állapítani, hogy nem csak egy régi, hanem egy nagyon szép városba is érkeztek. Bízom benne, hogy nagyon jól fogják magukat itt érezni, és a sok szakmai gondolat és annak cseréjét mellett jól érezve magukat, az emberi kapcsolatokat, a személyes barátságokat, a szakmai kapcsolatokat is meg tudják erősíteni. Szerencsére sok mosolyt látok az arcokon, remélem, hogy ez így is marad egészen az árogáláig. Érezzék nagyon jó magukat Székesfehérváron. Köszönöm a szervezőknek, hogy ez mindent meg fognak tenni. Köszönöm, hogy itt vannak, és azért utána azt is kívánom, hogy a nyára jusson a pihenésből is. Mindenkinek egy kis feltöltődést és pihenést is kívánok a nyári időszakra. A vándorgyűlés plenáris ülésén adták át a szakmai szervezet idei elismeréseit. Az év fiatal könyvtárosa díj 2019 évi különdíjasa, Kovács Máté alapítvány kitüntetéje, Farkas Edit, a Székesfehérvári Vörös Marti Mihály könyvtár könyvtárosa. 2009-ben Baján, majd 2012-ben Szegeden végzett könyvtárszakon. Már tanulmányai során vonzódott a helyismereti tevékenység részletes megismeréséhez, a régi könyves állományhoz. Önkéntesként bekapcsolódott az ombori Kermalita rendház könyvtárának régi könyvei feldolgozásában, melyek között vallási, jogi, történelmi, politikai, természettudományi, filozófiai munkák mellett szótárak, lexikonok és szépirodalom is található. 2013 óta dolgozik jelenlegi munkahelyén. A helyismereti tevékenység népszerűsítése Székesfehérváron és Fejér megyében című pályamunkájából megismerhetjük mindazokat a munkaformákat, például vetélkedő, konferencia, kiállítás, helyismereti játékok, digitalizálás és forrásszervező lehetőségeket, amelyeket a könyvtár alkalmazott helyismeri
helyismereti tevékenység és ismeretek népszerűsítésére is. Elismeréséhez a Kovács Máté Alapítvány és valamennyi tagtárs nevében szívből gratulálunk. A Kertész Gyula emlékére átadása következik. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyismereti könyvtárosok szervezete és a bibliográfiai szekció által alapított díjat évente egy alkalommal adják át az erre érdemes személynek oly módon, hogy a díjazottra évenkénti váltással két szervezet egyike tesz javaslatot. 2019-ben a díjat a helyismereti könyvtárosok szervezete ítélte oda. A kitüntetett Gulyás Erzsébet könyvtáros életpályájával szorosan kötődik Jássághoz. Jász Dózsán született, és majdnem kezdetektől a Jászberényi Városi Könyvtárban dolgozott, dolgozik ma is önkéntesként, ahol úgy tartják a helytörténet nagymestere. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtárszakán szerzett diplomát 1974-től a Jászberényi Városi Könyvtár munkatársa, az olvasószolgálat osztályvezetője, majd 18 éven át az intézmény igazgató helyettese volt, egészen 2011 nyugdíjazásáig. Ismeri a könyvtári munkafolyamatok minden fázisát, tudását sosem félt átadni a fiataloknak. Meg lehetett tőle tanulni a szakma alapjait, a gyakorlati munkát. Tapasztalatát 2002-től könyvtári szakfelügyelői, 2006-tól könyvtári szakértői munkájában is kamatoztatta. Több évtizedes munkájának eredménye a Jászberényi Városi Könyvtár helytörténeti részlegének kialakítása, fő kutatási területe a jászság és a könyvtár története. Szakmai publikációi mellett több kiadvány szerkesztője. Kiemelkedő munkája a Jászság bibliográfiája, majd a 2008-ban megjelenő Jászság könyvészete, amit Bényei Miklós az első eleven lokálpatriotizmus egyedi emlékműveként apostrofált. A 2768 tételszámot és ötféle mutató tartalmazó tájbibliográfia szerkesztésén túl az anyaggyűjtésben is döntő szerepet vállalt. A könyvészet Bényei Miklós idézve a magyar nemzeti kulturális örökség egyik fontos szeletét tárja elénk. Felbecsülhetetlen hozadéka lehet, hogy előmozdítja a helyismereti, helytörténeti tevékenység egyik alapvető funkciójának kiteljesítését, a lokálpatriotizmus érzésének felébresztését és elmélyítését, a jász öntudat intenzitás megszilárdítását. Gulyás Erzsébet társadalmi tevékenysége is jellemző. Önkéntes a Jász Múzeumban is, a Jász Múzeumért Alapítvány alapító és kuratóriumi tagja. A Jász helytörténeti körnek, valamint a Jászok Egyesületének tagja. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyismereti könyvtárosok szervezetének tagja, ez utóbbinak korábban vezetőségi tagja is volt. Tevékenységét 1983-ban kiváló munkáért kitüntetéssel ismerték el. 2003-ban pedig Jászberény város önkormányzata díját érdemelte ki a város kulturális élete területén kifejtett munkájáért. Gulyás Erzsébet csak egy a több száz helyismereti tevékenységet végző könyvtárosok között, de kiemelkedik közülük szakmai felkészültségével, bibliográfiusi teljesítményével, szorgalmával, elhivatottságával, önzetlen segítőkészségével. Nézzünk fel rá, van mit tanulnunk tőle. A díjat és a virágot átadja Kertész Gyuláné, a díj alapítója, és Menyei Várszegi Judit, a helyismereti könyvtárosok szervezete elnöke. Hiteles hely mindenhol, mindenkinek. Ez a mottoja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűlésének, amelynek Székesfehérvár ad otthont. A négy napos szakmai program keretében a résztvevők megvitatják az ágazat legfontosabb kérdéseit. A Vörösmarty Színházban megrendezett plenáris ülés keretében elismeréseket adtak át az arra érdemes könyvtárosoknak. A könyvtárosoknak hiteleseknek kell lenni, a könyvtáraknak hiteles helyeknek kell lenni. Az, hogy mindez megvalósuljon, ahhoz azért nagyon-nagyon sok feladatra van. Először is fel kell magunkat készíteni az információk
mérésére, elemzésére, ma már az információforrások nem olyan egyszerűen jönnek, hogy levesszük a könyvből a könyv, vagy a polcról a könyvet, vagy a folyóiratot felütjük, hanem bizony számos helyen, és nagyon sok hamis hírrel találkozunk, és mivel a felhasználónk egyre inkább az internetről próbálják az adataikat leszedni, ezért nekünk ott kell megjelennünk, ott is kell megjelennünk, persze ez a feladat, ez a legkisebbektől a legidősebbekig terjed, és hát ugye a kicsiket meg kell először tanítani az etikus használatra, ez akár még az iskoláskor előtti időszakot is felölelheti, még egészen kicsi alig tud felmászni a számítógéphez, de már pötyögtet, tehát mindenképpen a veszélyekre, és ez mindez a könyvtárosok felelőssége, úgyhogy valahogy meg kell találni az egyensúlyt a közösségi tér, a információszolgáltatás, az egyenlő hozzáférés, az esélyteremtés, az emberi humánum kiépítése és a szakmai információk megszerzése terén. Úgyhogy nagyon sokrétű ez a mi munkánk, és nincs olyan területe szinte az életnek, amihez ne tudnánk kapcsolódni. Így igaz ez például az ENSZ fenntarthatósági fejlesztési céljai közötti 17 elvvel, amihez mindegyikhez tudunk könyvtári hozzájárulást, ahogy ezt a bevezetőnbe említett kiadványunkban fel tudtuk mutatni, és igazán hát nemzetközi elismerést tudtunk felaratni még az ENSZ-be is. Herman Robert professzor ezúttal a Veritas Történetkutató Intézete dualizmuskori kutatócsoportjának vezetőjeként tartott érdekfeszítő előadást a történészi hitelességről és a hiteles történetírás dilemmáiról. A legfontosabb az, hogy legyenek könyvek és legyenek olvasók, és ugye láthatólag itt az elismerésekből is látszik, és a különböző előadásokból is látszik, hogy azért a könyvtárosok mindent megtesznek ennek érdekében. Tehát szerintem a közgyűjtemények közül, hogyha megnézzük az egyes szakmákat, akkor talán a könyvtárosok azok, akik a legjobban alkalmazkodtak ez a 20. század végi, 21. századi új kihívásrendszerhez, ahol alapvetően az emberek már nem annyira írott információkra, hanem információkra vágynak. Ez lehet írott, lehet elektronikus, lehet digitális, és a könyvtárosoknak sikerült ezt a sokfajta információforrás szerintem nagyon jól összerendezni, és ilyen módon megőrizni a saját korábbi törzsközönségükön, tehát a nyomtatott betű szerelmesei mellett mondjuk a digitálisan hozzáférhető betűknek a szerelmeseit is. Az év fiatal könyvtáros elismerést, amelyet esztendőről esztendőre a Kovács Máté Alapítvány és a Könyvtárosok Egyesületének együttműködési megállapodása alapján ítélnek oda, idén a székesfehérvári Farkas Edit, a Vörös Marti Mihály könyvtár szakembere vehette át. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy nekem ítélték oda ezt a díjat. 2013 óta dolgozok a Vörös Marti Mihály könyvtárban, és kolléganőm biztatására készítettem el a pályázatot, amivel végül elnyertem ezt a külön díjat, amit ezután is köszönök, mind a biztatást, mind pedig a díjat. Milyen gondolatokkal fogadtad azt az elismerést, ami aztán végül is a tiéd lett, hiszen ezért a hétköznapokon nagyon meg kell dolgozni? Igen, hát a hétköznapi munka mellett nem volt annyira egyszerű elkészíteni ezt a pályázatot. Igazából a munkámat foglaltam benne össze, és azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat, én ezt igazából úgy értelmezem, hogy a szakma is nagyon értékesnek látja azt a tevékenységet, amit mi ott a helyismeretben végzünk a Vörös Marti könyvtárban. Az ünnepségen a rangos Kertész Gyula díj is gazdára találta, amelyet a korszakos bibliográfus helytörténész emlékére 2005-ben alapítottak. Az elismerést Gulyás Erzsébet, a Jászberényi Városi Könyvtár helyismerettel foglalkozó munkatársa érdemelte ki, aki a Jászság történetének, bibliográfiájának kötetek berendezéséért és ismeret terjesztő munkájáért vehette át a díjat. Én elsősorban könyvtáros vagyok, és azon belül a helyismerettel foglalkozom. Ez engem már otthonról is érdekelt, tehát meg volt az indítatásom. Erre a szülőfalumban édesapám a helyismereti szakkörnek volt 30 éven keresztül a vezetője, és létrehozták a vezetésével a helytörténeti gyűjteményt is Jász Dózsán, és mikor bekerültem a könyvtárba is, engem ez mindig érdekelt, és akkor később a Kertész Gyula által oktatott bibliográfus
bibliográfiával indultam el, már a első szakdolgozatom is bibliográfiáról szólt, és azóta is gyűjtöm a jászságról megjelent írásos dokumentumokat, és mindig találunk még újat, olyat, amiről itt-ott esetleg volt megemlítve, se senki nem látta már évtizedek óta. Az ön pályafutása, szakmai élete bizonyíték arra, hogy a patrióta szemlélet nem halt ki, hála Istennek. Mennyire fontos önnek a jászság? Hát én nekem fontos, mert világéletemben ott éltem. Természetesen ezen kívül szeretek utazni mindenfelé, mert már több helyen voltam külföldön is. Tehát nem csak a jászságot ismerem, de hát az a szülő helyünk a jászoknak, meg azt szokták mondani, hogy egy külön rész ott valahol az Alföldön. A székesfehérvári találkozó hozadéka, hogy a szakma képviselői megerősödhetnek hitükben, hogy a Gutenberg Galaxis szolgálóiként sokat tehetnek továbbra is az olvasás népszerűsítéséért. Kifejezetten a könyvtárosok szakmai munkájának a fejlesztéséről szól, tapasztalatcseréről, információcseréről, ezt egy kicsit színesítjük szabadidő programokkal, illetve kulturális programokkal. Ez a flashmob, vagy közös éneklés is ennek a programnak a része. Kellett rá próbálni, hogy néz ki, hogy kezd elképzelni, hogy együtt énekelnek az ország minden részéről a könyvtárosok? Hát ez szervezést igényelt valóban. A kezdeti elképzelés az az volt, hogy könyvtárosok vagyunk, kiállunk és énekelünk. Ehhez ugye kellettek a helyi könyvtárosok, akik lelkesen vállalkoztak erre a feladatra, de ez még úgy igazán kevés lett volna. Tehát a vándorgyűlés programjába beillesztettük, hogy akik szeretnének a szakmai konferencia keretén belül ezen a programon is részt venni, jöjjenek, énekeljenek velünk, így már azért bővült egy kicsit a társaság, és nagyon nagy köszönettel fogadjuk a Hungarikum Együttes segítőkész hozzáállását. Ők a zenei hátteret adják ehhez a produkcióhoz, illetve csatlakozott hozzánk három énekkar, akik támogatják, erősítik az énekes könyvtárosokat. Úgyhogy így összeállt egy kis csapat, voltak közös próbák, illetve ugye az fogja az egésznek az igazán izgalmas hangulatát megadni, hogy bár voltak közös próbák, ezen természetesen mindig mindenki nem tudott jelen lenni, tehát ez egyfajta főpróba, flashmob mégiscsak, hiszen most itt először fog összeállni ez a kis csapat ebben a teljességben. Egy intenzív digitalizálási stratégia van folyamatban, amelynek a lényege, hogy nagyon sok tartalmat digitálisan is kell majd közkincsé tenni. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, de mi hiszünk a papíralapú könyvben is. Nem csak azért, mert mi, mint könyvtárosok, ugye ezt fontosnak érezzük és szívünknek kedvesnek, hanem az olvasói visszajelzések is azért erről szólnak, hogy a kézbe vehető könyv az még mindig egy kicsit más hangulatot ad, mint hogyha interneten vagy e-bookon olvasunk egy dokumentumot. Illetve azért a kutatási anyagokhoz, a régebbi dokumentumokhoz még mindig papíralapon egészen más hozzáférni, mint digitálisan. Tehát hiszünk abban, hogy ez a két világ, ez párhuzamosan egymást kiegészítve és támogatva jól fog működni. Csütörtökön megérkezett két könyvtárbusz is Székesfehérvárra, az egyik Pécsről, a másik pedig Miskolcról. Ezek amolyan mobil könyvtárként működnek, hogy oda is eljusson az olvasnivaló, ahol nincsen könyvtár. Elhoztuk a könyvtárbuszunkat, ami 37 település lát el, ahol nincs könyvtár, nem áll könyvtár rendelkezésre, és két hetes váltásba megy, minden településen, a 37 településből két hetente egyszer megáll fél órára, és itt lehet kölcsönözni a könyveket. Gyakorlatilag azok a települések is így ellátásba kerülnek, ahol nincs könyvtár. Értem, és hány kötettel rendelkezik a busz? A kötettel gyakorlatilag pár száz kötet van a könyvtárbuszon, de bármikor bármit meg lehet rendelni.
és akárhonnan rendelik, akár az országból is, amit rendelnek, vagy el szeretnének olvasni, azt kiviszi a busz. 2000 kötettel rendelkezik a busz, beleértve a DVD-ket, hangos könyveket is, illetve 29 folyóirat jár a könyvtárbuszra. Ezek közül válogathatnak az olvasók. Hány települést lát el? 35 települést lát el ez a könyvtárbusz, van még egy busz a Pécsnek, az pedig 34-et. És nagyjából hányan veszik igénybe, mondjuk havi szinten? Ezt így nehéz megmondani, településenként változó van, ahol a másfél óra alatt nagyon sokan jönnek, szinte megállás nélkül, van, ahol kicsit kevesebben, tulajdonképpen településtől függ tényleg. A miskolci buszon pár száz kötet található, a pécsiek pedig 2000 könyvvel turnéznak. De nem csak ezek közül lehet tehát választani, az olvasók ugyanis bármikor bármilyen könyvet megrendelhetnek interneten keresztül. Mitől lesz ma élményközpontú, milyen kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe egy könyvtár? Ezekre a kérdésekre kereste a választ az Én Könyvtáram országos program, melynek eddig elért eredményeiről csütörtökön számoltak be a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A diákokat a könyvtárba csalogató programot az érdeklődők itt ismerhették meg. 2017-ben indult a múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek elnevezési uniós projekt részeként. A széleskörű együttműködésben létrejött uniós támogatásból megvalósult programot Farkas Ferenc szakmai vezető mutatta be az érdeklődőknek. A cél a fiatal generáció megszólítása mellett elérni azt, hogy a gyerekek egyfajta közösségi térként tekintsenek a könyvtárra. 2017-ben indult egy Európai Uniós fejlesztési program, a múzeum és könyvtári fejlesztések mindenkinek, és ennek a könyvtári területen az Én Könyvtáram program az, amely összefogja a fejlesztési elképzeléseit. Most már tulajdonképpen nem is elképzelésekről, hanem megvalósult eredményekről van szó, hiszen közeledünk 2020-hoz, a program végéhez. Azért csatlakoztunk ehhez a vándorgyűléshez, hiszen a Magyar Könyvtárosok Egyesülete az egyik partnere ennek a programnak sok más intézmény, illetve szervezet mellett, mint például a Magyar Olvasás Társaság vagy a Könyvtáros Tanárok Egyesülete, és lényegében arról van szó, hogy azokat a fiatalokat, gyerekeket, akik ma már azért alkalmanként kicsit hadilában állnak az olvasással, meg tudja szólítani a könyvtár, tudja segíteni az oktatási rendszert, a köznevelés igényeit, ki tudja elégíteni olyan szolgáltatásokkal, amelyek már egy új szemléletnek megfelelően, például interaktív könyvtári óráknak a megfogalmazásával, illetve végigvitelével, olyan programsorozatoknak a végigvitelével, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a gyerekek egyfajta harmadik helyként, egy közösségi helyként is tudjanak tekinteni a könyvtárak. Összeg szerint lehet-e tudni, hogy mekkora projekt összegből valósulhatott meg a program, és milyen elemei voltak gyakorlatban, hogy kell ezt elképzelni? Összesen 1 milliárd forintot tudunk 3 év alatt fordítani könyvtári fejlesztésekre. Ennek egy nagyon nagy fejezete volt az, hogy összegyűjtöttünk az országból 90 olyan jó gyakorlatot, melyekből mint a programok fejlesztése valósult meg, olvasásfejlesztési, szövegértésfejlesztési, digitális kompetenciafejlesztési területeken, illetve információkeresés szempontjából. Ugye a könyvtárak hagyományosan terepe az információkeresésnek, de most már messze menőkig nem csak arról van szó, hogy könyvekben hogyan találják meg a számukra tanuláshoz szükséges információkat, hanem akár a világhálón, a könyvtárokon keresztül elérhető adatbázisok segítségével. Az látható volt, illetve érzékelhető volt, hogy akár a PISA felmérések, akár a PIRLS felmérések azért mutatják, hogy a szövegértéssel esetenként hadilában állnak a diákok, ezért azokat a kortárs irodalmi műveket, amelyek a gyerekeket jobban meg tudják fogni, dolgoztuk fel olyan formában, hogy egyfajta közös élmény legyen ennek a végigolvasása, és aztán a végén már saját maguk is keressenek új és új olvasnivalót. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen csoportos foglalkozásokat szerveztek gyerekeknek? Ehhez dolgoztunk ki mintaprogramokat, és ezeket tudják most szerte az országban használni könyvtárak. Egyfajta recept vagy szakácskönyvként tud működni számukra. Ez volt az egyik része. Másik része, hogy a könyvtárosokat igyekeztünk képzések keretében felkészíteni arra, hogy megismerkedjenek a pedagógiai módszerekkel, hiszen azért ők eddig a pult másik oldalán álltak. Megismerjék azokat a korszerű eszközöket, hiszen nem feltétlenül volt jellemző, hogy egy könyvtárban mondjuk robotok legyenek, vagy hasonló eszközök, hogy ők
ők is készségszinten tudják ezeket használni. Illetve őszre tervezünk egy könyvtár és olvasás népszerűsítő kampányt, egy kicsit ráirányítani a figyelmet arra, hogy azon túl, hogy ma Magyarországon van 2 millió ember, aki a könyvtári szolgáltatásokat igénybe veszi, másoknak is érdemes a könyvtárakhoz fordulni. A digitalizáció az egyik fő témája ennek a programnak is. Mennyire nagy kihívás volt ezzel megküzdeni? Nem véletlenül végeztünk 2017-ben egy felmérést könyvtárosok körében is, hogy hogyan állnak a digitális kompetenciával, és a képzéseink is egy kicsit ebben az irányban igyekeztek segíteni. Itt volt olyan, hogy külső fejlesztőket kellett bevonni a mind a programok kidolgozásába, de most már örömmel mondhatom, hogy több megyében beépítették a könyvtári szolgáltatásokba ténylegesen, tehát tényleg ott vannak azok a robotszettek, vagy a Lego Story Starter csomagok, amelyek segítségével mondjuk fel lehet dolgozni egy irodalmi művet. Tehát nem arról van szó önmagában, hogy hozzuk be a robotokat a könyvtár, és akkor mi van? Attól még nem biztos, hogy vonzóvá válna a könyvtár maga, de például mondjuk a kis herceg történetét le lehet programozni, és aztán utána a robotok szépen végig kísérik azt az útvonalat, amit a kis herceg bolygóról bolygóra járva megtett. Az Én Könyvtáram program egészen 2020. január végéig tart. A tervek szerint ősszel egy könyvtár és olvasás népszerűsítő program valósulhat meg, szintén ennek a projektnek a részeként. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak, figyelmükre egy hét múlva is számítunk, hiszen akkor is lesz köztér. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!